Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, speciális eset ez, mert hogy két telefonos interjúpartner is van velünk, Dömölki Bálint, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tiszteletbeli elnöke, és Németh Pál, az előbb említett Számítógép Tudományi Társaság aktivistája, és a nemrégiben megesett ISR 50 emlékülés főszervezője. Nagy szeretettel köszöntöm mindkettejüket. Köszönjük. Az ISR az egy azért rendkívül izgalmas kérdés, mert egy olyan rendszerről van szó, egységes számítógép rendszer, ennek a rövidítése ez, ami az 50. évfordulóját ülte, és ez tulajdonképpen a szocialista országok, egészen pontosan Oroszország kezdeményezése volt, amelyben hát a cél az volt, hogy egy egységes számítógép rendszert alakítsanak ki. Mihez kellett egységes számítógéprendszer? Egyáltalán milyen számítógépek egységbeszervezéséről volt szó? 1968. januárjában az akkori szovjet miniszterelnök Kosygin egy felhívást intézett az úgynevezett szocialista országok kormányfőihez, amelyben föltárta azt a problémát, hogy nagyon jelentős, mintegy 10 évnyi lemaradás van az egyes említett országokban a világszínvonalhoz képest a számítástechnika terület. És úgy gondolta, hogy egy nagy társadalmi reform folyamat részeként a legcélszerűbb lenne a számítástechnika keretében létrehozni olyan nem a KGST kötöttségeivel, hanem a KGST kötöttségeinek a föloldásával egy olyan projektet, amely ezt a számítástechnikában lévő lemaradást igyekezne csökkenteni. Ez egy politikailag veszélyes lépés volt akkor annak idején. Hát ugye 1968-ban volt a magyar gazdasági reformnak az éve, nyilvánvaló, hogy megérett az idő, hogy elgondolkodjanak itt és másutt is, hogy lehetne jobban csinálni azt, amit elkezdtek az adott rendszer keretein belül. Milyen eredményeket sikerült elérni az egységes számítógéprendszerben? Kialakult-e valaha egy ilyen rendszer? Ez a rendszer kialakult. Az egyes országok felelősséget vállaltak arra, hogy létrehozzák egy számítógép sorozatnak, rendszernek a különböző számítástechnikai elemeit, tehát lényegében a központi egységeket, a perifériákat, és hozzá minimumként a rendszer szoftvert. Idáig terjedt tulajdonképpen ennek a programnak, projektnek a célkitűzése. Hangsúlyozom, az alkalmazás technikai szoftvernek a létrehozása az nem tartozott bele ennek a programnak a célkitűzéseibe. Noha nyilvánvaló, a fő célkitűzés az volt, hogy ezek az alkalmazások valósuljanak meg annak a gépparknak, eszközparknak a bázisán, ami a program keretében létrejött. Ezek a parkok külön-külön álltak, minden országnak volt talán sajátja, és az is elképzelhető, hogy ezek hálózatba voltak kötve? Nem voltak hálózatba kötve. Ez egy másik projekt, ami tulajdonképpen az ISR-nek az utolsó időszakában, pontosan ebből a fölismerésben, amit ön említett, jött létre, az úgynevezett hálózati távadatföldolgozási projekt, amelyik azt tűzte ki célul, hogy ezek a számítógépek a legkorszerűbb módon tudjanak egymással kommunikálni egy olyan rendszernek a keretében, amelyiknek a tapasztalatai már a különböző legfejlettebb országokban már rendelkezésre álltak. De itt annyit kell hozzátenni, hogy az a fajta számítógép hálózat, amivel ma találkozunk, az ebben az időben még nyugaton sem volt. Hiszen az, amit ma internetnek nevezünk, az Amerikában is csak ugye a 70-es évek közepén kezdődött. Mi értelme volt akkor egységesíteni a számítógéprendszert? Azért volt nagyon lényeges dolog, hogy ezek egységes rendszer részei legyenek, mert tulajdonképpen egyes elemeknek a összekapcsolhatóságát, a fölcserélhetőségét, a kompatibilitását, az mindenképpen célszerű volt a közös hasznosítás érdekében biztosítani. Hamarosan a szocialista rendszer széthullásával, illetve az ISR-re, az egységes számítógéprendszerre gyakorolt hatásával folytatjuk, majd Dömölki Bálinttal és Németh Pállal itt Digitáliában.
Ez itt újra Digitália, és vendégünk a telefonban Dömölki Bálint és Németh Pál, a Neumann János Számítógép Társaság részéről, és az ESR-ről, az idén 50 évvel ezelőtt megálmodott egységes szocialista számítógép rendszerről és annak kialakulásáról beszélünk. A szocialista országoknak akkor kialakult egy ilyen számítógép parkja. Mire használták az egységes számítógép rendszert? A legkülönbözőbb célokra használták. Ezek a számítógépek, amik az egységes számítógépre rendszer keretében létrejöttek, elsősorban adatfeldolgozási célokat szolgáltak. Kivételt képezett a legkisebb tagja ennek a rendszernek, az úgynevezett R10, amelyik alapstruktúráját tekintve is a legkülönbözőbb real-time és automatizálási feladatokban való alkalmazásra lehetőséget biztosított. Tehát az egyetlen olyan számítógép volt az R10, amelyik tulajdonképpen rendelkezett azzal a megszakítási felfüggesztési rendszerrel, ami például ezekben a nem adatfeldolgozás típusú feladatokban jelentkeztek. Most a szocializmus, vagy a szocialista blokk széthullásával nyilván ez a rendszer is értelmét veszítette. A rendszer értelmét veszítette, de semmilyen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy nem hasznosult az a technológiai ismeret, az az alkalmazói tudás, lényegében az a projektvezetési ismeret, ami ennek a rendszernek a keretében létrejött. És ezen kívül a különböző országokban, mint például Magyarországon is, lényegében a ESR rendszertől függetlenül is különböző irányzatoknak megfelelő számítástechnikai ipar jött létre. Ez azt jelenti, hogy a magyar számítástechnika fejlődésére is hatással volt az ESR rendszer? Föltétlenül hatással volt. Megvan-e ezeknek az eszközöknek valamilyen formában bármely alkatrésze? Egyáltalán létezik-e még ennek maradványa? Igen, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság létrehozott lényegében egy számítástechnikai múzeumot, és ott nagyon sok eleme ennek a rendszernek megtalálható, és remélem, hogy minél több ismertetés is készül ezeknek a rendszereknek a hasznosításáról, az egyes elemeknek a továbbéléséről. Hát, hogyha már az ismertetésnél tartunk, akkor ugye nemrégiben volt a társaságnak egy összejövetele, ami erre az ESR 50-re volt dedikálva, és ennek lesz május 17-én egy úgynevezett afterpartia. Mi történik majd ott? Kérem szépen, nagyon különböző vélemények hangzottak el. Az első vélemény az volt, hogy ez az első szakmai összejövetel szakmailag nagyon megalapozott volt, jól dokumentált volt, de a program miután tulajdonképpen az egész választékra kiterjedt, nagyon kevés lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők felszólaljanak, kiegészítéseket tegyenek hozzá. Sőt, túlságosan objektív volt ez az ismertetés, amiből az egyes élmények, a szubjektív elemek, amik egy ekkora projektnek, programnak a részei, azok lényegében nem is tudtak már érvényesülni. Sokan úgy gondolták, hogy föltétlenül szükséges volna egy olyan afterpartira, amelyiknek a keretében ezek a akkorot el nem hangzott, illetve az akkori projektbe be nem illő személyes élmények és tapasztalatok, esetleg események is helyet kaphatnak. Úgy értem az ön szavaiból, hogyha valaki az Óbudai Egyetemre ellátogat május 17-én, akkor ott tulajdonképpen ízelítőt kaphat abból a régi világból, és annak a számítástechnikai közegéből, ami akkor Magyarországon vagy a szocialista blokkban létezett. Ez tulajdonképpen ez a célkitűzésünk. Igen, de ehhez hozzátenném azt, hogyha valaki ezt az élményt át akarja élni, akkor a korábbi emlékülésnek a teljes anyaga is megtekinthető videófelvétel formájában a honlapunkon. Dömölki Bálint, a Neumann János Számítógép Társaság tiszteletbeli elnöke. Valaki nem azon nem tudott részt venni, akkor ezt így pótolhatja, és erről is készül videófelvétel, ami szintén meg fog jelenni a honlapon. Most itt hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen ez az egész akció,
ez része a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság mondjuk azon célkitűzésének, ami a társaság jelszavában is megjelenik, úgyhogy megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt. Arról, hogy hogy lehet ezt a küldetést véghez vinni, hamarosan hallanak még itt, Digitáliában. Visszatértünk Digitáliába, a vendégünk pedig Dömölki Bálint, a Neumann János Számítógép Társaság tiszteletbeli elnöke. A Neumann János Számítógép Társaság pedig rendkívül sokat tesz azért, hogy a számítástechnikai emlékeink megmaradjanak. A többi között Szegeden is berendeztek egy kiállító teret. 2009-ben alakult a társaságnak egy olyan szakmai közössége, amit Informatika Történeti Fórumnak nevezünk. Ennek az egyik fő tevékenysége az, hogy rendez ilyen jellegű emléküléseket, eddig körülbelül 40-et, ahol főleg egy-egy intézménynek a múltjáról emlékezünk meg, vagy pedig, mint a jelen esetben, egy-egy szakterületnek, tehát egy nagyobb témakörnek a történelméről. Most azóta legutóbb például a Nemzeti Bankban a számítástechnika kezdeteiről volt egy nagyon sikeres ilyen emlékülésünk. És a másik ilyen tevékenység az, hogy létrehozunk egy informatika történeti adattárat, amiben igyekszünk megőrizni azokat az emlékeket, amik még most megtalálhatók, de lehet, hogy néhány év múlva már nehezebben lesznek megtalálhatók, mert eltűnnek azok az emberek, akiknek a fejében ez az információ megvan. És ezekkel az emberekkel egyébként csinálunk ilyen életinterjúkat is videón, ami szintén kb. 41 néhány van már, és minden évben készül 5-6 ilyen újabb darab, és hát ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennek a fontos szakterületnek a történelmét megismerjük. Németh Pál említette a szegedi kiállítást, az egy komoly európai szintű nagy kiállítás, aminek a sajátossága az, hogy egyszerre szerepelnek rajta a nyugati és a keleti gépek, mert ilyen nem sok van a világban, ahol mind a kettő megtalálható, és ez egy kb. 2000 négyzetméteres kiállítás a Szegednek a belvárosában. Nagyon szép, sok és érdekes dolog tekinthető ott meg. Van egy állandó kiállítás, és vannak ilyen speciális kiállítások, és az egész mögött van egy informatika történeti múzeumi gyűjtemény, amiben körülbelül kétszer annyi termék van összegyűjtve, mint amennyit ki lehetett állítani a 2000 négyzetméteren. Tehát ez egy nagy értéke a szakma történetének, és egy kisebb méretű, de nagyon szép és érdekes kiállítás van a Budapesten, az Óbudai Egyetemen, ami megtekinthető ott munkaidőben bármikor. Információs technológiák evolúciója címen egy csomó régi eszköz, alkatrész, stb. Van szépen rendezve, kiállítva. Vajon kell-e az új eszközöket is katalogizálni, vagy kiállítani? Érdemes-e eljutni a mai napig egy ilyen áttekintésben? Mert amennyire én látom, mostanában az eszközök rendkívül gyors fejlődésben vannak, és tulajdonképpen ami ma új, az két nap múlva elavultnak számít. Érdemes-e ilyenkor még dokumentálni például eszközöket? Igen, és ezen a szegedi kiállításon van egy komoly személyi számítógép részleg is, ahol hát nyilván nem két nappal ezelőttiek, de viszonylag újabb dolgok is ki vannak állítva, és ezt kell csinálni, mert gondolni kell a jövőnek a történészeire is, hogy ezek megmaradjanak. A szervezet, a társaság Számítógép Tudományi Társaságnak hívja magát, vajon a számítógép, mint fogalom, az még érvényese 2018-ban? Hát attól függ, mit nevezünk annak, mert tulajdonképpen a mobiltelefonunk is inkább számítógép már, mint telefon. Az biztos, hogy az, amit mondjuk az ESR korában neveztünk számítógépnek, az már egy kihalóban lévő dinoszaurusz fajta.
de az a technika, amit a számítástechnika jelent, az jelen van a jelen, sőt a jövő készülékeiben is. Szabad egy megjegyzést? Tulajdonképpen ez a vezetékes összeköttetés, amin keresztül mi beszélünk, kapcsolódik egy olyan telefonközponthoz, amelyik ma tulajdonképpen egy számítógép. Németh Pál az Egységes Számítógéprendszer 50. évfordulójára létrehozott szakmai rendezvény főszervezője. Tehát az a fogalom, hogy számítógép, sokkal, ahogy a Bálint mesélte, a sokkal tágabb értelemben elterjedt, mint az, ahol éppen adatfeldolgozással foglalkoznak. Hát akkor erről, és persze a számítástechnika múltjáról, egy egészen pontos, jól meg körülhatárolható szeletéről, az egységes számítógép rendszerről is hallhatnak május 17-én. Dömölki Bálintnak, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tiszteletbeli elnökének, és Németh Pálnak, az egységes számítógép rendszer afterpartiának főszervezőjének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.